farsangban ma víddal zendül, aki eljött, táncra perdül. Egyik legnépszerűbb programját tartotta meg a tolnai Vándorló Szépkúróak baráti köre. Zsinka János elmondta, a farsang időpontjával egy kicsit megkéstek, azonban csak most tudtak termet találni. Jól érezzük magukat a mai napon, úgy gondolom. Hagyományoshoz híven újra 32 csoporttársunk jelmezt fog ölteni, 20 szerepkörbe, és a mai nap a vidámságról fog szólni. A jelmezek változatosak voltak, számos témát és korszakot megjelenítettek a tagok. Az alkalmat nagy előkészület előzte meg. Az egy óriási izgalom, hogy mi kell, milyen legyen a jelmez, mi vartuk, hegesztettük, ragasztottuk, melyik jelmeznél mire volt szükség, és hát ez a második legnagyobb ünnepe a csapatnak. A karácsonyváró az első, és hát óriási nagy lendülettel készülünk mindig erre az ünnepre is. Volt, aki retro öltözéket vett fel az esemény alkalmából. Voltam hastáncos már, tavaly éppen kalóz voltam, méhecske is voltam. Mi nagyon jól szórakozunk, jól érezzük magunkat egymással. Szeretünk együtt lenni kezdetek óta. Sokat megyünk kirándulni, fürdeni. A nap folyamán a vezető beszámolt a 2023-as évről is, a szépkorúak pedig elmondhatták tapasztalataikat, pozitív és negatív élményeiket. A hagyományokhoz híven a farsangi mulatságot a jövő évben is megrendezik az idősek számára.